Jó napot kívánok! Nagyon, nagyon remélem, hogy hallanak. Én egyedül nem hallom magamat, de magukat kiválóan. Nagyon jó érzés. Munkát és kenyeret. Erről szól május 1-e, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokaknak fájóan nincsen munkája, és drámai módon nem jut kenyér az asztalra. Ez nem egyszerűen szomorú, ez nem egyszerűen fájdalmas, ez sok százezer család és az egész ország igazi mély drámája. Mondhatnánk persze azt, amit mondod a kormány, hogy ők a felelősek, ők a hibásak, hogy a szegény az bűnös. Én nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy valamennyiünk helyzetéért egyszerre viseljük a felelősséget mi magunk és a teljes nemzeti közösség. És ránézek erre az országra, akkor azt kell mondjam, hogy Magyarországnak ma botrányos kormánya és teszetosza ellenzéke van. Egyik és másik is felelős azért, hogy az országban sokan, nagyon sokan vannak, akik jobb életet remélnek és jobb életet érdemelnének. Nézzük, ami a kormányt illeti, arról majd még szólok valamit. Van hozzá szókincsem. De hát azért nincsen olyan hitem, hogy bármit is mondanék, ettől a kormány változtat a politikáján. Ezért aztán hadd kezdjem inkább önmagunkkal. Nem tudom maguk, hogyan vannak vele. Én rohadtul utálom a pávatáncot. Akkor is utálom, hogyha ezt a kormány járja, akkor is utálom, hogyha ezt az ellenzék járja. A demokratikus koalíciót jó másfél évvel azért alapítottuk meg, mert azt gondoltuk, hogy mi lenne, ha egyszer normálisan, őszintén beszélnénk az emberekkel, és abba hagynánk ezt a tohuva-bohuva politizálást, amit itt művelünk, azt mondjuk, amit hiszünk, hogy mi az ország, a nemzetnek az érdeke, és nem foglalkozunk azzal, hogy kinek a tyúkszemére lépünk rá éppen. Akinek tyúkszeme van, az menjen pedikűröshöz, nekünk nem ez a dolgunk. Hajrá, pedikűrösök! Én azt látom, hogy mi az ellenzék politikusai, és közülünk sokan, a demokratikus koalíció talán nem, mi ebben egyenesebbek vagyunk. Itt mindenfajta hangzatos szövegeket mondunk, hogy korszakváltás jön, sziasztok, szépen integettek, jó, hogy itt vagytok. De hát, ha korszakváltás kell az ország dolgaiban, akkor mi lenne, hogyha magunk ügyeiben is korszakváltás lenne, és abba hagynánk ezt a sehova nem vezető taktikai küzdelmek sorozatát. Én ahova megyek, mindenki tőlem azt kérdezi, hogy mi a bánatos csuda van az ellenzéki összefogással? Amikor ellenzéki politikus fölébred álmából, mert mondjuk szélgörcse van, akkor kérdés nélkül is mondja, hogy ellenzéki összefogás. Miközben persze ezer dolgot gondol erről. Hát elmondom én, mit gondolok erről. Hármat. A következő három dolgot ajánlom ellenzéki politikus társaimnak, hogy végre világos, kiszámítható politikai keretek legyenek, ha úgy tetszik, akkor rend a mi oldalunkon. Az első. Az ellenzéki összefogás az nem egy, kettő vagy három pártnak a paktuma. Az ellenzéki összefogás az Orbánnal szemben álló demokratikus sokaság nagy, nyilvános összefogása, amelyben szükség van mindenkire, amelyben nem finnyáskodunk, hanem vigyázunk egymásra.
A demokraták épp azért, mert demokraták sokfajták. Aki nem bírja a demokraták sokszínűségét, az nem lesz alkalmas a demokraták vezetésére és képviseletére. Ebben a történetben nekem személyesen, ha van némi tapasztalatom, higgyék el, árnyalt véleményem van a politikus társaim többségéről. Az árnyaltat úgy tessék érteni, hogy van róluk pozitív véleményem, és van róluk negatív véleményem. Kit érdekel ez? Nem nyaralni megyünk a Balatonra, és ehhez keresünk családi társakat. Orbán ellenzékét akarjuk megszervezni. Azt az ellenzéket, amelyben szükség van, találomra mondok neveket. Bokrosra, Kuncérra, Fodorra, a szociáldemokratákra, a Smukra, a DK-ra, a Szemára, a szakszervezetekre, a civilek sokaságára. Azért van rájuk szükség, mert hogy barátok vagyunk. Hát egy francot vagyok a barátja egyiknek se. Hát egyiknek egy kicsikét, a többségnek nem nagyon. De miért kéne? Miért kéne? Aki ebbe a történetbe szent meggyőződése szerint tud hozni magán kívül, nem önmagán kívül kéne, hogy legyenek, hanem magán kívül egy vagy kettő vagy három vagy négy embert, azokat üdvözölni kell. Nem válogatunk demokraták között, hanem széles, demokratikus koalíciót kell alkotni. Aki válogat a demokraták között, az segíti a Fideszt, hogy bennünket leszalámizzon. Az nem baj, ha egy demokratának kényes az orra. A demokrata érezze meg az új nácik bűzét. Az messze érződik. De érezze azt is, hogy a legjobb konyhában is izgalmas, különböző ízek és illatok sokasága hozza létre azt, amit abban élvezni szeretünk és tudunk. Aki finnyáskodni akar a demokraták között, annak azt szeretném mondani, az nyugodtan jelentkezzen Orbán elnök úrnál, szerintem ad neki egy belépési nyilatkozatot. Oda kell menni! A demokratákat Orbánék térfelé szalámizzák, a mi oldalunkon megpróbálják egy táborba hívni. Aki egy táborba hívja a demokratákat, az velünk van. Aki szalámizza a demokratákat, az Orbánnal van. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem. Miután először, tehát azt mondtuk, hogy széles, demokratikus összefogásra és nem egy-két párt paktumára van szükség. Ez volt az első. A második. Nem elegendő megállapodni egyéni képviselő jelöltekről. Közös, demokratikus ellenzéki lista kell. Közös, demokratikus ellenzéki lista kell. Ha azt mondja az E14 bármely rendű és rangú politikusa, hogy neki nem kell közös ellenzéki lista, nem baj, csak akkor hívják magukat mostantól külön 2014-nek. Ez egy világos beszéd. Ha azt mondja az MSZP bármely politikusa, hogy nekik nem kell közös lista, ha rendben van, de akkor mondják azt, hogy ők megelégednek azzal, hogy ők maradnak az ellenzék vezető ereje 2014 után is, és nem akarják leváltani Orbánt. Aki le akarja váltani Orbánt, az igent mond a közös ellenzéki listára, és nem szórakozik itt. Egyeztetett koordinált indulással. Csak azért, mert egyik vagy másik nem akar valamelyikkel közös listán lenni, csak azért, mert egyik vagy másik azt reméli, ha külön indulnak, akkor neki lesz még képviselői helye és mandátuma. Őszintén szólva nem érdekel, hogy kinek lesz egyel több képviselői mandátuma. Az érdekel, hogy a demokratikus ellenzéknek együtt több mandátuma van, mint a Fidesznek, és aki ezt veszélyezteti, az nem velünk van, hanem Orbánnal.
aki tehát nemet mond a közös ellenzéki listára, aki tehát finnyáskodik, aki tehát kizár az együttműködésből demokratikus erőket és képviselőket, az bár billegetheti fülét, azt nem én mondtam, fenekét, járhatja a páva táncot, de ha ő nem velünk van, ő Orbánnal van. Lépjen be oda, legyen olyan kedves, és ne itt roncsa a levegőt. Harmadsorban. Hát nekem könnyű. Van egy ilyen Republik dal, szegény cipő miatt a félértések elkerülése véget sem. Próbálok ebből meg ironizálni. Azt akartam mondani, hogy nekem könnyű, mert nem aspirálok miniszterelnöknek. Szerintem ez a helyes. És tudják, nincs annál felszabadítóbb egy politikusnak, amikor szabadon beszélhet. Nem a politikából él, és nem egy pozícióért küzd. Hát akkor én most szabadon beszélek, és hadd mondjak valamit két tanult fiatal kollégámnak, hogyha még itt sokáig kergetőzünk, hogy kiből legyen miniszterelnök jelölt, akkor lehet, hogy egyikükből az lesz, de a miniszterelnököt Orbánnak fogják hívni. Világos szabályok kellenek. Hát, ha mi lennék a katolikus egyház, akkor kialakult volna a pápaválasztó konklávénak évszázados hagyománya, és tudnánk, mit kell csinálni. De hála Istennek nem mi vagyunk az. Még az is lehet, erről szólni fogok ma. Szerintem a dolog elképesztően egyszerű, és független attól, hogy én mit gondolok egyik vagy másik jelöltről. Ha a magán véleményet kérdeznék, akkor meg tudnám mondani, hogy melyik áll közelebb a szívemhez. De magukkal nem folytatok magánbeszélgetést. Lassan már a feleségemmel se, egyszer majdnem próbáltam, az is kiszivárgott, nagyon ráfizettünk. Ha viszont a demokratikus koalíció elnökeként beszélek, akkor őszintén szólva, a politika főszabálya szerint annak kell lenni a demokratikus ellenzék vezetőjének, akit vagy akinek a pártját a legtöbben támogatják. Lehet így cifrázni ezt a dolgot, lehet ezzel szembe menni, lehet politikai ízlésről vitatkozni. Érdektelen, hogy mi áll közelebb az én ízlésemhez. Azt kell mondani, hogy aki ekkor vagy akkor több támogatással rendelkezik, ő mögé áll be mindenki. Nem azért, mert egyikünk vagy másikunk, én vagy önök vagy ti, őt szeretjük a leginkább, hanem azért, mert őt támogatja a legtöbb demokrata. És ebben az ügyben a többséghez kell igazodni. Rendben van, hogyha jelöltek előkampányban vannak. Rendben van. Rendben van, ha jelöltek azt mondják, hogy arra törekszünk, hogy nekem legyen a legtöbb támogatónk. Így a helyes. A demokratikus oldalon egy ilyen verseny szerintem megértésre tud találni. Én megértem ezt. De ezt a versenyt le kell valamikor zárni, és meg kell mondani, hogy úgy kell eredményt hirdetni, hogy akinek több támogatója van, az legyen a demokratikus oldal vezetője, és mindenki más félreteszi a korábbi versengésből származó megjegyzését, vitáit és bál mögéje. Ha nem ezt tesszük, megöljük egymást. Ha nem ezt tesszük, nem lesz ennek vége. Ha nem ezt tesszük, Orbán marad. Már pedig azt mondom, hogy a legrosszabb Mesterházy, a legrosszabb Bajnai is jobb, mint a legjobb Orbán. Tartsuk magunkat ehhez! Így gondolom a magunk dolgát, persze nem önmagáért akarunk győzni. Nem azért akarunk győzni, mert hogy kormányozni jobb pár száz, pár ezer politikusnak, mint ellenzékben lenni. Nem ezért. Hanem mert
gondolunk valamit erről az országról. És ezen a ponton, hadd mondjak valamit, amit erről a kormányról gondolok. A szabad Magyarország ellenfelei nem Brüsszelben vannak, hanem a Lendvai utcában és a kormányban. Akik szabad Magyarországot akarnak, azoknak szembe kell fordulni mindazzal, amit Orbán jelent. Orbán szembefordult a magyar történelem évszázados, haladó örökségével, mindazzal, ami az 1700-as évektől jellemzi a magyar progressziót, hogy szabadok, függetlenek, európaiak akarunk lenni, utolsó évszázadban pedig egy polgári Magyarországot akarunk. Orbán nem ezt akarja, azt akarja, hogy olyanok legyünk, amilyen ő, hogy keresztény, konzervatív módon gondolkodjunk, hogy utunkat ne Európába, hanem Európából vezessük kifelé. Azt akarja, hogy ne szabadság és demokrácia legyen, hanem saját kormányának, pártjának önkénye. Mi az önkényre nemet mondunk? Botrányok sorozatából áll a magyar közélet újabban. Az ember alig tudja megjegyezni ezek sorát és számát. A labort portik ügyre hivatkozva azt mondják kormánypárti politikusok, hogy ők például soha nem találkoznának bűnözőkkel. Őszintén szóval azt nem tudom, hogy akkor hogyan tartanak frakcióülést. Oly ájtatatosan tudnak beszélni a család szentségéről, hogy ezt, hogy nyomatékosítsák, egy-két pofonnal megtoldják. A szegény vakkomondor. Szóval nézzék, ha van erkölcstelen hatalom Magyarországon, akkor ez a hatalom velejéig romlott is erkölcstelen. Nem vagyok naív. Mindig voltak politikusok, akik romlottak voltak. Mindig voltak politikusok, akik loptak. Őszintén szólva, korábbi pártomat is részben azért hagytam el, mert azt gondoltam, hogy van, amivel már nem tudok megküzdeni, és jobb újra indulni. De azok, akik ma hatalmon vannak, azok nem egyszerűen lopnak, azok privatizálják a törvényhozást, azok kifejezetten annak érdekében alakítják át az alkotmányos közjogi rendet, hogy ők, a rokonok, a szomszédok, a biadíszletként tapsoló sportolók és színészek gazdagodjanak, hogy jobban járjanak. Kutyát nem érdekel, hogy mi történik velünk, kutyát nem érdekel, hogy több munkanélküli van ma Magyarországon, mint az utóbbi 5 évben, bármikor, mint a 2008-as válság legmélyén. Egy dolog érdekel, gyarapodjon, zsírosodjon, gazdagodjon, Fidesz hátországa, Orbán, mint hűbér úr ezt uralja, Simicskával és másokkal együtt tesznek ránk, és eljátsszák, hogy ők a mi érdekünkben kormányoznak. Mondjuk meg nekik, ti nem a mi érdekünkben kormányoztok, ti bennünket tönkretesztek, tönkretesztek százezreket és milliókat, megaláztok, félelemben tartatok, rettegésben tartatok, Magyarországon ma alakoskodnak, titkoloznak az emberek, mert félnek tőletek, és nincs ennél ocsmányabb hatalom, mint ami hatalmat ti csináltok. Ez a bajunk veletek. Nem fog eltakarodni. Ha nem harcoltok meg érte, nem fog eltakarodni. Nem ez a fajta. Ha ma május 1-ének jelszava, akkor az a jelszava, hogy harcolni. Harcolni. Harcolni önmagunkkal elsősorban,
magunk hibáival, félelmeivel, fogyatékosságaival, a mi oldalunkon ott lévő kicsinyességgel, mert ha ezt leküzdöttük, akkor ezt követően lehet harcolni a dőfel, az önkénnyel, mindazzal, amit ez a kormány jelent. Hallgatom az ünnepi beszédeit a kormánynak, polgármestereknek, egy szökőkút átadását, egy út átadását, egy évnyitót, és látom, hogy nincs valószínűleg olyan állami rendezvény, ahol ne áldanák meg az utat, ne áldanák meg a szökőkutat, ne áldanák meg a tanévnyitót, hogy áldják meg a jóisten a miniszterelnököt. Legyen világos! Mi a szenteskedő államhatalomból nem kérünk. Az, hogy mi mit gondolunk a teremtőről, a megváltóról, mit gondolunk a megbocsátásról, a feltámadásról, támadni fogunk, hogy ez így fog maradni, és meg fogjuk vívni a küzdelmünket. Ez a mi magánügyünk. Ha majd presbiterre lesz szükségünk, szólunk. Ha majd egyházi előjárót akarunk választani, szólunk. Szólunk a miniszterelnöknek. A magyar alkotmány szerint állam és egyház külön váltan végzi a dolgát. Híd dolgában nincsen semmilyen feladata az államnak, és a közügyek tekintetében nincsen dolga az egyháznak, hogy hittörítő tevékenységet folytasson. Szabadok akarunk lenni és maradni lelkiismereti, vallási meggyőződés tekintetében is, és elutasítjuk azt az államot, amely az államhatalmat az újra evangelizációra használja fel. Mindenki magánügye, hogy a teremtőben hisz, hogy az ember nagyszerűségében, a biológiai véletlenben, vagy a sors eleve elrendelésében mi emberként szabadon akarunk élni saját hitünkben, és elutasítjuk, hogy minket Magyarországon szabad polgárként egyházi, vallásos, átnevelő tábor lakóiként kezeljenek. Nem kell kompromisszumot kötni. Nem kell kompromisszumot kötni ellenzéki oldal, és nem kell kompromisszumot kötni a kormánnyal való vitában. Azt szeretném javasolni ellenzéki kollégáimnak, hogy keményítsék meg a szívüket. Ne vonuljanak vissza. Mi okuk van azt mondani, hogy egyetértenek a határon túl élő magyar állampolgárok szavazati jogával? Miért hátrálnak? Nincs ok hátrálni. Ne szavazzon, ne döntsön az, aki nem visel felelősséget döntéséért. Aki ebben az ügyben nem megy szembe a jobb oldallal, az politikailag erőtlen, tehetségtelen, gyáva vagy taktikai okokból menekülésre fogta saját politikáját. Nem kell! Nem kell bocsánatot kérni 2004-ért. Nem kell! Nem kell bocsánatot kérni 2006 őszéért. 2006 őszén a magyar rendőrség az alkotmányos rendet védte. Nem hibátlanul, de a helyzet világos. Voltak a rendőrei, akik védték az alkotmányos rendet, messze nem hibátlanul, és voltak tudatosan bajtkeverők. Ebbe a bajkeverésbe véletlenül vagy szándékosan egyébként belekeveredő békés szándékú emberek, de világos, hogy ki áll a jó és ki áll a rossz oldalon. Az, aki eladja az alkotmányosság ügyét, aki eladja a köztársaság rendőrségének becsületét, az nem a demokratikus ellenzék ügyét építi, hanem Orbán malmára hajtja a vizet. Nem hátrálni, nem elnézést kérni, hanem beleállni. Nem futni, hanem küzdeni.
nem letenni a fegyvert, hanem harcolni. Drága barátaim, ahhoz nem kell politikusnak lenni, hogy valaki elnézést kérjem. Hát ahhoz elég elmenni egy akvarisztikai szakkörbe és rossz halat telepíteni az akváriumba. Azért kell elnézést kérni. Azért, hogy szenvedélyesen szeretjük a hazánkat, hogy megküzdünk érte, hogy nem adjuk el a lelkünket akkor sem, ha nincsen többségünk, hogy nem hátrálunk. Azért nem elnézést kérünk, arra büszkék vagyunk. És ha a magyar baloldal nem tanul meg büszkének lenni arra, amit jelent, hanem hátállít, feladja a pozícióit, akkor úgy kell neki. Akkor maradjatok vesztesek, akkor bukjatok meg, de én nem megyek akkor veletek. Én meg fogok küzdeni velük. Ezekben a napokban három szakszervezeti szövetség egyesülni fog. Az elmúlt sok-sok évben láttam belső küzdelmeiket, láttam, hogy milyen nehéz ez az út. Most, amikor egyesülnek, akkor már igen nehéz helyzetben vannak. Már csak azon vitatkozhatunk, hogy melyiküknek kisebb a presztízse, a pártpolitikusoknak, vagy a szakszervezetieknek. Nekik az kellett, hogy fölismerjék, hogy egyesülni kell, hogy majdnem padlón legyenek. A hatalom kutyába se veszi őket. Most végre megértették. Azt szeretném kérdezni magunktól, hogy nekünk is az kell, hogy megértsük, hogy együtt kell működni, hogy végső, megalázó vereséget szenvedjünk, vagy megjön előbb az eszünk. Én azt szeretném, ha megjön előbb az eszünk. A demokratikus koalíció azért jött létre, hogy figyelmeztesse a demokratikus sokaságot. Ez nem gyerekjáték. Ez nem politikusoknak a magánügye. Ez nem egy-két képviselői hely. Akinek jó állás kell, az talál magának jó állást a politikán kívül is. Azért menjünk el politikusnak, mert szenvedélyesen szeretjük a hazánkat, és ha kell, akkor képesek vagyunk lemondásra, ha kell, akkor képesek vagyunk önfeláldozásra, ha kell, akkor képesek vagyunk kompromisszumra és szövetségre. Ezt ajánlom a magyar baloldalnak, ezt ajánlom a köztársaság valamennyi hívének. Küzdelmet, harcot, egyenes beszédet, kompromisszum nélküli csatát elveinkért. Soha nem fogjuk föladni. Soha. Ne adják fel a munkások, ne adják fel az alkalmazottanak, küzdjenek a saját igazukért, mert az ő igazuk a haza igazsága is. Ezt kívánom valamennyiünknek május 1-én, egyébként pedig előbb-utóbb egy nyugodt ebédet, kellemes délutánt, Orbánnak pedig rossz álmokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.